Becsehely. Ha Letenye felől érkezünk, akkor rögtön ezzel a falu résszel találkozunk, mely hajdan önálló falu volt Pola néven. Itt élt és tanította a polai gyerekeket a fiatalon ide került grécsi házas pár, még akkor, amikor a tanító joggal a falu első emberei közé tartozott, munkájukat elismerés és tisztelet kísérte. Itt született, és itt kezdte az iskolát egészen korán, 4,5 évesen Krécsi Rózsika is. Ki gondolta volna, hogy akkor ez a falu és ez az iskola végigkíséri egy életen át. Pedig így történt. Egy rövid, kényszerű kitérőt leszámítva, itt tanított nyugdíjba vonulásáig, és itt élt haláláig Krécsi Róza, Horváth Imréné, akit mindenki csak így ismert, a horvát tanítónéni. Apám akkor megkezdte a tanítást itt 1911. szeptemberben, és akkor anyám meg még mindig ott volt Zsizsekszeren, nem mertek ide költözni. Úgyhogy ő akkor csak októberben költözött ide, és akkor kezdték meg a tanítást. De akkor Polán már akkor Pola két tanárős iskola volt. Hát a polai iskola, ez egy valami olyan nemesi udvarházféle lehetett, nagyon régi lehetett, aztán abban nagyon beszivárgott a víz, és amikor én harmadik osztályos voltam, akkor bizony sokszor úgy volt őszében, tavaszi elsőzésekkor ugye hozták a hasábfákat, akkor ezek a háromélű hasábfák voltak, akkor a nagyobb gyerekekkel apám beoldatta, mert a szép kis tócsába állt a víz, hát aztán ott nagyon kellett vigyázni, na jó, nem voltak akkor füzetek, nem kellett a füzetekre vigyázni, csak a könyvekre, mert hát csak palatábla volt, annak hát ugye egy darab volt, hát az ember arra tudott vigyázni, hogy nyársa le. Aztán akkor szépen a hasábfáka volt rajta a lábunk, hogy ne a vízbe legyen. Akkor jött ugye a Klebensberg terv, minden kis falunak iskolát. Úgyhogy itt a környéken építettek legalább 16-ot. A Murarát, két a Semjé házit, akkor az Ajkit, a Polait, akkor még nem tudom valamennyit felsorolni. Na és akkor ugye hát a legnagyobb iskolát ide tervezték Polára, mert akkorát a 16 közül sehol se építettek. Megkészült az iskola, gyönyörű volt, nagyon olyan szép volt, én még olyan szépen fehérre mászált falakat azóta se láttam. Hát az olyan szép volt, hogy az valami csoda, hát én olyan boldog voltam, ugye ott fönt laktunk, na hát aztán ugye akkor, hogy száradni kell neki. Aztán nagyon büszke voltam, hogy apám rám bízta a kulcsokat, és minden reggel én mentem szellőztetni. Mikor jött egy olyan felhő, hogy jaj, kitör a vihar, akkor aztán nyargalás le a Kati néniéktől, gyorsan becsukni az ablakokat. Aztán szeptemberben nem kezdődött meg a tanítás, mert egy nagy vérhas járvány tört ki a faluban. Polán is, Becsehelyen is egyre több volt a beteg. Aztán akkor ugye, hát a fölsőbbség, hát ugye főbíró, az volt akkor a nagy úr Letenyén, aztán elrendelték, hogy hát az iskolában nem lesz megkezdve a tanítás, hanem itt egy járványkórház kell kialakítani. Hogy aztán a betegeket még véletlenül se cipelhessék el, 3 hétig éjjel-nappal 2 csendőr álltott a folyosó ajtóba. Majdnem úgy már szeptember utolsó hetében valamikor akkor aztán végül megkezdődött a tanítás. Akkor volt a 6 osztályban 200 gyerek. Csak Polán. És akkor még volt 3 osztály, ugye ez volt az úgynevezett ismétlő iskola, ami szombatonként volt. Hát ugye azért volt ismétlő, már a 6. osztályos könyvekből átismételték az anyagot, mert külön tankönyvet nem csináltak nekik. És oda is járt 60 gyerek. Úgyhogy az iskolának 260 tanulója volt végül is, ugye. És volt 2 tanító, és akkor azt mondták, hogy igen, és akkor most ehhez már kell 3 tanító, de azzal a kikötéssel, hogy az államságére való hivatkozással, hogy ezt, igaz, hogy községi iskola, de ezt az első tanítót ehhez az új iskolához az állam fogja kinevezni, és a községnek el kell fogadni. Hát így került ide a király János Emil. Ott kezdem, hogy 1917-ben megkérdezték, hogy mit hozzon a Jézuska, hát én nem hajas babát kértem, hanem palatáblát. Pár hónap hiány, majdnem 3 éves voltam, ugye 2 hónap hiányzott tulajdonképpen. Nem is 2 hónap, 1 hónap, mert hát ugye karácsony, hát
vagy december végén van, hát februárig csak egy hónap volt. Hát majdnem 3 éves voltam. Hát aztán ugye én megtanultam minden betűt, kisbetűt, nagybetűt, mindent megtanultam, írtam is, akkor ezzel a fonomimikai módszerrel tanították a gyerekeket, hogy a, o, ezt nagyszerűen tudtam, ha valaki elkezdett mutogatni, ez a mutogatás után mindent leolvastam. Hát ugye én nagyon boldog voltam, hogy bármilyen az iskolában, nagyon szerettem beletenni a gyerekek között, ücsörögni, minden. Tehát csak meg volt hagyva, hogy hát nem szabad a gyerekeket zavarni, hát nem zavartam. Mikor ugye melyik osztálynak volt valami órája, akkor odaütem, amelyiknek hát önálló foglalkozása volt. Aztán borzasztó szerettem a történelem könyveket nézegetni. Aztán meg az én kis táblámon én is akkor irkáltam ezt és azt is. Hát aztán én nagyon sok időt töltöttem az iskolába, és akkor végül is aztán 1919-ben akkor szépen beütem az első osztályosok közé, annélkül, hogy valaki mondta volna. Hát aztán jó, hát gondolták az, hogy csak olyan szeszély, majd megunja. Hát aztán én rendületlenül mentem, gondolták, hogy megunom majd a korai fölkelést, meg mindent. Hát én nem mondtam meg, hanem szépen mentem mindent. És a baj csak ugye akkor tört ki, amikor ezt a kis értesítőt nem kaptam meg karácsonykor, amit a gyerekek mind megkaptak. Hát aztán akkor ugye magyarázták nekem, hogy hát nem lehet, mert te még kicsi vagy ahhoz, hát aztán én nem vagyok kicsi. És végén aztán hát nagyon erélyesen és határozottan kijelentettem, hogy már pedig én jövőre nem fogok első osztályba járni. Hát erre aztán ugye akkor apám előkerített még egy ilyen értesítőt, megírta, hát aztán ezt én ottbán kaptam meg a lakásba. És akkor aztán ugye még mindig nagyon drukkoltak azon, hogy mi lesz, hogyha egyszer csak azt mondom, hogy nem megyek. De jó, hát akkor nem megyek. Úgyhogy a naplóba, csak húsvét után írtak be, nem voltam addig beírva. Minden nap kikérdeztek. Minden Isten áldottam, olyan nap nem volt, én tőlem minden nap kikérdeztek. Engem otthon minden nap kikérdeztek. A történelmi évszámokkal én, amit itthon tanultam, negyedik polgáriban magyar, már harmadik polgáriban világtörténelmet tanultunk, negyedik polgáriban magyar történelmet tanultunk, hát én magyar történelemből, ami évszámot tanultam, én abból értem képzős koromban. 1934. június 15-én. Igen. Akkor képesítőztem. Utána sikerült állásba menni. Na és akkor ugye, hát mi nekünk olyan szerencsés világba születtünk, mi is akár a mostaniak, hogy nagyon sok volt az állás nélküli pedagógus. Volt olyan, aki már 6-7 éve végzett, úgyhogy akkor kiadták a rendeletet, hogy az olyan a végzettek 3 évig nem pályázhatnak. Hát aztán akkor ugye anyám tanította az első másodikat, tehát a király tanító a harmadik negyediket, apám tanította akkor az 5.-6. Aztán akkor ugye én szépen naponta 4 osztály számára írtam a vázatokat. Úgyhogy jó el voltam foglalva, nem unatkozhattam. Aztán ugye meg a kézi munkát is, ugye anyám tanította a női kézi munkát, akkor aztán hát azt meg lehetett csinálni, és akkor én mentem be, én tanítottam a gyerekeket horgóni, aztán a különféle kivarrásokat. Hát úgyhogy akkor ezt csináltam, meg aztán ugye elő volt írva az iskolán kívül épülő előadás november 1-től március 15-ig, minden vasárnap, minden ünnepnap kellett valamilyen előadást tartani, össze kellett állítani a tervezetet, beküldeni a tanfelügyelőségre, jóváhagyásra. Különféle tárgyam lehetett az bármilyen, kinek mihez volt kedve. Lehet az történelmi tárgyú, irodalmi tárgyú, aztán lehetett ugye mondjuk így fizikával kapcsolatos, hát ugye azt általában mondjuk a férfiak tartották, de hát aztán nekem, akkor aztán ugye anyám helyett ezeket én tartottam. És ezt kinek tartották? A falu lakosságának. Felnőtteknek, igen, a felnőtteknek. Ugye ki volt, hát a kisbíró kidobolta, hogy mindig mikor lesz az iskolába, és akkor szépen jöttek, ám egész szépen jöttek. Azt tehát akkor úgy. Úgyhogy akkor 1937-ben engem mindenki megválasztottak, az iskolaszék egyhangú szavazásra megválasztott.